Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Szegedről, hölgyeim és uraim, hamarosan kezdődik a Szeged Tatabánya a férfi bajnoki mérkőzés a rájátszásból, és remélem, hogy sokan követték velünk együtt a felvezető műsort is, és az esélyi latolgatást is. Nos, főleg itt Szeged, mindenféleképpen a Szeged az esélyese ennek a mérkőzésnek, de ugye az felvezetésben is elhangzott, ugye az alapszakaszban a 24 lejátszott bajnoki mérkőzésből 23-at megnyert a Szeged, egyetlen egyet veszítettek el, és az pont a Tatabánya elleni idegenbeli mérkőzés volt, igaz, itt Szegeden aztán visszavágtak a hazaiak. Szóval a Tatabánya volt az egyetlen csapat, amelyik meg tudta csípni a szegedieket, és most az alapszakaszban ugye az első öt helyezett jutott tovább a rájátszásba, és ott kiegészültek a Veszprém csapatával, és hat csapat játszik a felső házban, méghozzá nulláról indulva, és azért, amikor arról beszélünk, hogy ki mennyire lesz motivált ezen a mérkőzésen, akkor azért tudni kell azt is, hogy mi a lebonyolítási forma. Ugyanis itt a felsőházban ez a hat csapat körmérkőzésben játszik egymással, és amikor ennek vége van ennek a tízfordulós körmérkőzésnek, akkor a kialakult sorrend egyben a bajnoki sorrend, tehát nincs külön még egymás elleni párharc, oda-vissza vágó, vagy két nyert meccs, semmi ilyesmi nincsen. Annyit történt, annyiban volt irányított a sorsolás, hogy a versenykiírásnál belefoglalták a versenykiírásba azt, hogy az alapszakasz első helyezettje, amely a Szeged lett, és a Veszprém az utolsó két fordulóban találkozik egymással, azt sorsolják, hogy melyik mérkőzést játszák a 9. fordulóban, és melyiket a 10. Tehát a Veszprém és a Szeged az utolsó két fordulóban találkozik majd egymással, de ha például a Szeged hazai pályán pontot veszít a Tatabánya ellen, akkor az nagyon fog hiányozni a vége a számolásnál, akkor nem lesz elég mondjuk egyszer megverni a Veszprémet, aztán egyszer kikapni, és akkor nézzük meg, hogy a többiek ellen ki hogy végzett, mert akkor bizony az a hiányzó pont, mondjuk egy Tatabánya ellen, vagy egy Csúru ellen, vagy a Balatonfüred ellen, és ez persze igaz a Veszprémre is, ez a hiányzó pont, ez a vége a számolásnál hiányozhat. Tehát minden mérkőzés egyformán fontos azért, hogy a végén aztán mondjuk a Szeged a Veszprémmel egyet szemben kiki meccset játszani. És ugyanez igaz fordítva is, ugye a Tatabánya reálisan a bajnoki dobogó harmadik helyet célozza meg, mint hogy tavaly is a harmadik lett ugye a bajnokságban, a harmadik lett az alapszakaszban egyébként, és tavaly a Veszprém Szeged mögött harmadik lett a bajnokságban, és nagyon nagy csata lesz azért a harmadik helyér, elsősorban a Tatabánya, Csurgó és a Balatonfüred között, de hát a meglepetés csapat a Vác is, amelyik ugye meglepetésre újoncként rögtön bekerült a felső házba a rájátszásban, hát esetleg meghúzgálhatja a nagyobbak bajszát. Szóval minden mérkőzés nagyon fontos, minden pont nagyon-nagyon fontos, mert a végén nagyon fájhat egy-egy pontnak a hiánya, tehát én azt gondolom, hogy abban egészen biztosak lehetünk, hogy a Szeged maximálisan komolyan és maximálisan motiváltan fogja venni ezt a mérkőzést a Tatabánya ellen, már csak ugye a múltra való tekintettel is. A szegedi nézők azok, akik nem veszik annyira komolyan, és itt nem azokról beszélek, akik kijöttek, hanem azokra, akik nem, mert most közel sincs teltház itt a csarnokban, hát körülbelül olyan félház lehet némi jó indulattal a szegedi kézlabdacsarnokban. Úgyhogy, de hát valószínűleg azért, akik itt vannak, azok is jó hangulatot fognak csinálni. Szóval ezek az előzetesek. Ugye a Veszprém pillanatilag három győzelemnél tart, és most találkozik egymás, ugye a Szeged és a Tatabánya. Egy kicsit szétcsúszott a bajnokságban a Vác például, még csak egy mérkőzést játszott. És ahogy már szó volt róla a felvezetésben, ugye a Veszprém, illetve a Szeged és a Tatabánya is megnyert az első két meccset. A Tatabánya Csurgon tudott nyerni egy nagyon fontos mérkőzésen 24-20-ra, és aztán hazai pályán megverte a Balatonfüredet 29-24-re. Ezek nagyon fontos meccsek voltak ugye a Tatabányának a közvetlen riválisokkal szemben. A Szeged pedig Balatonfüreden tudott nyerni 30-20-ra, a végére lett igazán nagy a különbség, hazai pályán pedig 30-23-ra győztek a Váccal szemben. Szóval ez a helyzet, itt vagyunk a legjobbak között, és bizony ez a mérkőzés is nagyon-nagyon fontos mind a két gárdának, és nem csak a pontok tekintetében, hanem az önbizalom tekintetében, és Juan Carlos Pastor egy kicsit dörzsölgeti az orrát, és aztán nézheti a fiait, tiszta fehérben játszik majd a Tatabánya csapata, Andorka Miklós és Uker Robert irányítják a mérkőzést, tiszta kékben, tehát a szegediek, az egyik kapuban Visomirski kezd, a szegedieknél a másiknál pedig Mijatovics a tatabányai a kapujában, és az első támadást a fehérmezes vendégek vezethetik majd. Kicsit kóstolgatják a labdát, kóstolgatják a termet, aztán egy gyors ritmusváltás, Vujovic indult meg,
de lepattant egyelőre a falról. Egy belőtt labda, Vranyes ér bele. Bodó, és megvan az első gól, amit végül is megadnak, mint hogy a közben szólt volna egy sívszó, de aztán megadták ezt a találatot. Tehát a Tatabánya és Bodó gólja az első, és felső kapufa. Ugye, hogy a felvezetésben is elhangzott, Bodó jövőre már a Szegedet erősíti majd, de hát ez nem véletlen, hiszen ugye 111 gólt lőtt az alapszakaszban, és az a Vujovic előzte meg 116-tal, aki a gólja közül 22-t 7 méteresből szerzett. Megvan gyorsan az egyenlítés, Balogh Zsolt talál a hálóban, 1-1. Bodónál a labda, nyilván rá külön fognak figyelni, válogatott játékos. Jó volt a bejátszás, de Szőlősi a vonalon állt, és ezért elveszi tőle a labdát. Újra Balogh leteszi, pedig neki is ott volt a hely, Prodanović, és szépen maga biztosan használja ki ezt a helyzetet. Fordít a hazai csapat, 2-1, elég gyorsan. Szétcsúszott a védekezése a Tatabányának. Mijatović meg nem volt ott a környéken. Prodanović talál be. És el van kint. Egy nyitott, de azért úgy nagyjából 5-1-es védekezés a Szegednél. És el van zavaróban kint a szagatotton kívül. Visamirszky ott állt, ez szép volt, elég éles szögből vállalta be Vujovic, Visamirszky ott maradt a rövid oldalon, és védte is szépen. Preszmáncsics irányít, ugye hallottuk az interjúban Vladan Matic-tól vonal közben, hogy Diaz fáradt, nem ő fog kezdeni, Preszmáncsics az irányító, marad a 2-1, Prodanović próbálkozhat. A rövid oldalon eteti meg Mijatovićot. Ebben a kapus benne volt, mert elég éles szögbe jött Prodanović. A rövidbe ott nem lett volna szabad érzésem szerint ezt bekapni. 3-1. És így Prodanović az első két gólos a meccsen. Na hát nem mintha túl sok gól lett volna eddig. 3-1 tehát. Tatabánya lőtt az első gólt. Aztán gyorsan hárommal válaszol a Szeged. Bodó megnyílt a fal, és azt ő könnyörtelenül kihasználja. Most elnézték, elszámolták a védekezést. Bodó Richárd is két gólos. Bombács középen, de most már sok hír van az igazolásokról. Bombácsról már tavaly szó volt, hogy elmegy majd Lengyelországba, de ugye erre az évre még érvényes szerződése volt, most már tudjuk, hogy valóban elhagyja majd a Szegedet. Így és tovább, Bombács. De már megvannak az érkezők is. Elég sokan jönnek új játékosok a Szegedbe, és Elmán. Ezúttal ott maradt Mijatović, marad a 3-2. Jó rendeződött vissza a Szeged, nem tudott gyorsan indulni a Tatabánya, Kacér, célbejátszás, és egy óriási Visamirszky védés. Dénes János, aki ugye védekező specialista, de a lerohanásnál ott maradt, és gyönyörű bejátszás kapott Kacérsztól, aki szintén a védekezés után maradt benn. Tehát a két most védekező játékos szerezhetett volna egy tiszta gól, de Visamirszky óriásit hárított, nagyot fogott. Marad a 3-2, Ansányi, szép játék, és 7 méteres, be tudott törni Krszmáncsics, és egy sárga lap Blazsevicsnek. Blazsevics amúgy is nagy labgyűjtögető, szépen végezte el Vujovic. 3-3. Jön egy kis bíztatás Bodótól, egy kis padról. Hatos falból indul a Tatabánya védekezése. Való kínai, Bombács azonban fölé húzza. Szép játék volt, nem túl szép befejezéssel. Túl az első 5 percen, 3-3. Krszmáncsics, Kacérc ballövőben, Kacérc, Krszmáncsics,
Harsányi nem találja a helyet, a fehérmezes alakulat. Veszváncsics. Hát igen, nem volt jó, hogy Blazsevicre vitte rá, mert sokkal magasabb Blazsevics. És könnyedén levette a levegőből. Jön a Cseredénes és Kastírc le. Bodó és Vujovic be. Ez problémásabb lesz majd a második félidőben, amikor ugye Bodó és Vujovic a másik oldalon lesznek. Bodó. Messziről kellett előni, majdnem a szaggatottól, de betalál. Nyilván különösen szeretne bizonyítani a szegedi közönségnek, hogy neki itt van a helye, és az ő góljával, az ő harmadik góljával ismét a Tatabánya vezet. 4-3, itt van Bodó gólja el a fallal szemben, Blazsevics puhán lépett ki rá, és el tudta lőni Bodó, ő pedig onnan azt belövi. És Balog. Jól védekezett Dénes. Középről a szabad dobás, Vranyes, Bombács. Bombács, Balog. Rajta volt a kapus, de akkor már ült. Nem tudott tovább menni, 4-4. Balog is két gólos. Megnyílt középen a fal azzal, hogy a beálló Vranyes ellesett, elcsúszott, elhúzták. Ki tudja, mi történt pontosan, hogy ezek összessége. És ott maradt a rés középen. Balog pedig szépen ismerte fel ezt a helyzetet. Harsányi. Veszváncsics. Bodó. Vranyessel szemben. Harsányi tovább. Szép játék. És nem volt gól. Pásztor Ákos próbálkozott, de a felső részről nem a gólvonal mögé pattant a labda. Rossz a bejátszás Bombácstól. Harsányi. Harsányi, ez szép játék. Kacirc és Isomirszky kifogja. Azt a luxus nem engedheti meg magának a Tatabánya, hogy az ígyszereket kihagyja, és azért Kacirc most ugye elsősorban védekezőt játszik, de hát ő azért egy nagyon komoly lövő. Még akkor is, hogyha most már 36 éves lesz majd júniusban. Neki ezeket illene higgadtabban megoldani, és nem hát gyakorlatilag szemaforra lőni. Selman, Balog, Bombács le a szélre, Prodanović. Nagyon éles volt a szög, nem is tudta visszahúzni, marad a 4-4. Kacirc. Veszváncsics, ez is kijön, begyűjti a labdát, Veszváncsics a kosárnyelven a saját lepattanóját szedte össze. Most jönnek a cserék támadásban az egykori bányásznál. Tatabányai bányász volt a régi nevén, 42-ben alapították a Tatabánya kézilabda szakosztályát, csapatát. Vujovic. Harsányi megvárja, hogy Vujovic fölálljon. Veszváncsics. Megveri. Selmánt azért fújtak bele, mert lépés volt. Mada Matic nem így látta. Passzív a játék, tehát lőni kell. 3 méterre kell menni a falnak. Bodó puf, kapott egy fülest, meg még egyet. És sárga lapot kap Prodanović. Ettől függetlenül a passzív maradt, tehát lőni továbbra is kell. Durrott volt a tasli. Nem maradt a passzív, csak fölmaradt a játék, ez a kezdet, aztán leengedte. Ez viszont egy rossz bejátszás. Vujovic jött, mert át akarta passzolni a másik oldalra, de nem volt kinek, úgyhogy belépett. Bombács. Támadó fal. Veszváncsics is fogta meg. És egy sárga lap Bombácsnak. A nézőknek nem tetszik, Bombácsnak sem. Ugye, hogy ez támadó falt volt, hát határeset maradjunk annyiban. Bombács mutogat, azt pedig éppen a sportágban nem szeretik. Veszváncsics egy kicsit elkapkod a lövi el. De két szegedi kéz is hozzáért a labdához, mielőtt kiment oldalra, marad a Tatabányánál, Harsányi.
Kuzmancsics. Bodó. És Bombák szedi össze a labdát, oda a támadási lehetőség, 4-4-nél, túl az első 10 perccel jöhet a Szeged. Bombács, Balog, Bombács, elcsúszik, és rossz lövés. És kap egy sárga lapot, azért Harsányi. Az első sárga a vendégeknél, Harsányi Gergely. Igen, tovább engedték, ugye, de falt volt, a lövés viszont nem volt jó. Kujovics, Kuzmancsics, Bodó. Bodó. Kuzmancsics, szép volt. Nagyon megverte Blazsevicet, és újra vezet a Tatabánya. 5-4. Kuzmancsics is feliratkozik a góllövő listára. Balog. Bombács. És középen, szép volt a bejátszás, Frányes kihasználja, 5-5, változatos mérkőzés. És szépen látta, Frányes pedig jól fejezte be. Bodó most középről indul, Vujovic és Kuzmancsics, most jön a figura, hát nem nevezzük figurának, mert nem történt semmi. Bodó fölmegy Selmánnal szemben, Selmán pedig nem sáncol jól, behátrált. Újra Tatabánya vezet, és Bodó már 4 gólos a meccsen. 6-ból 4-et ő vállalt, egyet ugye Bujovic 7-esből, és egyet Kuzmancsics. Balog, beengedték a szaggatottig. Pacért védekezett Puhán, és ez Balog kihasználja. 6-6. Balog 3 gólos. Bénes jön most be bal szélre. Vujovic helyén. Bodó bevállalja, közel engedik, akkor ő fölugrik ott, és be is veri, 7-6 a Tatabányának. Bodó 5 gólos. Ez azért is érdekes, 13 perc alatt lőtt 5-5 úgy, hogy azért a szegedék pontosan tudják, hogy ő rá kell figyelni, és ennek ellenére nem tudják ezt megoldani. Ez azért elég komoly védekezési hiányosság, hiba. Tudom, hogy ki az ellenfél lövője, és mégis meg tudja magát lőni. 13 perc alatt 5 találat Bodó Richárdnál. De természetesen ne csak a védőket szapuljuk emiatt, dicsérjük Bodót is. Balog. Kacirc most megállítja, így kellett volna az előbb is, már fogadni a szaggatottnál, nem beengedni. Ranyes, majdnem eladták a labdát a hazaiak. Bombács. Selman is benne a falban, de rossz a bejátszás, és szépen nyugodtan mehet vele Pásztor Ákos, aki szintén meghívót kapott a válogatottba, és 2 góllal vezet a Tatabánya, ilyen még nem volt. Pásztor a gólszerző, jól védekezett most a Tatabánya. Szép a befejezés, ezúttal nem hagyták ki az ittszert. Hát igen, ott megnézte, hol a kapus, és előtte a lába alatt, nem ütemből lőtte telibe. Cserék. Indégia érkezik, és 9-essel Robledo középre, Balog maradt a belső hármasból, Balog. Belegyújt Harsányi, de oldalról jöhet a Szeged. Indégia. Rányes húzták el, és 2 perc. Dénes megy ki, az első kiállítás a mérkőzésen. Jobbos, mert a hátulról elhúzta Vrányest, ott van. Jó lett volna a bejátszó, de hát a bejátszás, de reménytelen volt Vrányest számára. Az első ember előtt át a meccsen, Robledo indul meg, Balog. És ezúttal Vrányest volt szabálytalan, ment a falban.
ez hiba, ki kellett volna használni az emberelőnyt a hazai gárdának. És vészkapust hoznak be a vendégek. Juhász Ádám érkezik. Egy fiatal tehetséges játékos, majd csak nyára lesz 20 éves. Őt választották 2015 legjobb ifi játékosának. Nagy tehetség, reméljük, hogy be is váltja. És nem csak ígéret. Sok lehetőséget kap egyébként. 41 gólos volt az alapszakaszban. Nem csak ígéret, hanem folyik is a beépítése. És egy nagy gólt lő, Chris Mancic, ember hátrányból, ez abszolút luxus, és így 3 góllal vezet már a Tatabánya, és nem véletlenül időt is kér Juan Carlos Pastor. Tehát amiről szó volt a mérkőzés elején, hogy vajon a motiváció mi lesz a Szegednél, azt ismét föl lehet tenni. Vajon mi az oka annak, hogy 6-6 után 3 gólos előnyt tudott szerezni a Bányász? Egyelőre a spanyolokkal saját házi megbeszélés zajlik. Sok a spanyol anya nyelvű. Mindenesetre az, hogy hát hátrakapcsolatban van egy dolog, de az, hogy emberelőnyben kihagytak egy támadást, és utána emberelőnyben gólt kaptak, azért az mind megengedhetetlen egy Szeged City csapatnál, főleg hazai pályán. Ez nem fér bele, kicsit fel kellett rázni Juan Carlos Pastornak a saját csapatát. Nagyon, bocsánat kérek, én remélem, hogy jobban hallották, én nagyon halkan hallottam, és ráadásul közben dübörög a zene. Valaki közben egy 7 méteres harcol ki, ezúttal sem volt jó a lövése. De nem véletlen, hiszen szabálytalanul támadták, 7 métereshez jut tehát emberelőnyből a hazai csapat, és az a Parrondó érkezik, aki az alapszakaszban 23-ból 20-at belőtt. Nem ő az első számú 7 méteres lövő, hanem Dejan Bombács, aki 64-ből 52-t lőtt be. Parrondó a második hetes lövő, Parrondó is belövi azonban. 9-7 a vendégek javára, és valószínűleg ezt a hátralévő időt már ki tudja játszani a Tatabánya, mármint a kiállításból hátralévő időt. Harsányi. Szőlősi kanyarodott föl a beálló posztról. Már csak 5 másodperc, Chris Mancic megy be, hogy kiharcoljon egy szabad dobást, és ezzel lepereg a hátralévő idő, és kiegészül a Tatabánya, jön vissza Vujovic, teljes létszámban tehát a vendégek, és most még van egy támadási idejük, ügyesen ölték meg azt a 21 néhány másodpercet, Bodó 10 méterről, ezt fogja Visomirski. Zubai talál be, Tiágus Petrusztól kapott egy labdát, egy gólra zárkózik a Szeged, Zubai Szabolcs a gólszerző. Bodó, nem volt jó az átadás, és gyorsan indul Selman, és be is lövi Arsányi, nem bántott, egy pillanat alatt kiegyenlített az időkérést követően. A Szeged nagyon-nagyon gyorsan berámoltak 3-at, úgyhogy most a másik oldal kér időt. Eladott labda, indítás, és Selman ki is használja, nem adja meg azt a luxust az ellenfélnél, hogy ne találjon meg. Moraš tovati skeptes, ostani na krilu, ok? Dere, tovati skeptes, potom šval, forgas, forgas, dere, dere. Kicsit nyugodtan volt,
játékos Juan Carlos Pastor. A vendégeknél pedig jön irányító poszton az a Diaz, aki májusban lesz 44 éves. És akiről ugye szó volt a felvezetésben, hogy egy kicsit fáradt az előző két meccset követően, ezért nem kezdett. De amit mondott róla Vladan Matic, hogy Bodo Alko teljesít jól, hogyha Diaz is a pályán van. Ezt ugye nem támasztott alá az elmúlt 17 perc, hiszen Bodo 5 gólt tudott szerezni úgy is, hogy nem volt Diaz a pályán, hanem Chris Matic irányított. Diaz, Bodo, Jágos Petrus lépett ki, talpról egy lövés. Szerintem a Glovács eresztette el, marad a 9-9. Kicsit kényszerű lövés volt már, úha, remélem nincs baj, nincs jó van, Zubaia nagyon rosszul esett el. És Diaz ráesett a lábára, egy kicsit úgy nézett ki, mintha ott valami nagyobb baj lenne, hogy Zubai Szabolcs elterült, de szerencsére nincs baj. Igen, mert a merev lábbal rossz volt nézni, meg ott igen, ott kapott egy elefántpuszit Diaztól, innen látszott jól. Viszont nem ettől oldódott ki a cipőfűzője. Arondo most a jobb oldalon, Pradanovic helyén, Zubai beállóban, Vrányes helyett, és tovább is ott van Mindegia, illetve Robledo a pályán, balok tovább, Mindegia, Robledo, Mindegia talpról, annyira gyors a keze, hogy Mijatovic késve reagál, Mijatovic egyelőre nem mutat nagyot. Ugye Bányásznak van két kapusa, Borbély Ádám és Mijatovic, és jellemző, hogy vagy az egyik, vagy a másik nagyon tud alkotni egy meccsen. Egyelőre Mijatovic nem nagyon, viszont továbbra is élvezi Vladan Matic bizalmát a kapuban. Diaz, Jágos Petrusra vitte rá, Bodo. Bodo még, Sjelmán fogadja 10 méteren, és Bodo így is be tudja lőni. Elképesztően jó teljesítmény nyújt Bodo Richard, és újra vezet, illetve nem, újra egyenlít a Tatabánya, hiszen 10-10 volt az előbb, mindig a góljával. Jágos Petrus. Mindegia. Jágos Petrus. Sarok. Beleért a sánc. És most jön le Jágos Petrus. Robledo jön vissza a helyére. Igen, hát nagyon hosszú a kispadja a Szegednek, gyakorlatilag csak Jelmán maradt a kezdő hatosból, ami a mezőnyjátékosokat illeti, és behozott egy másik, gyakorlatilag világklasszis sort, Juan Carlos Pastor, Diaz, Jelmán, Diaz vesztette a labdát, Jágos Petrus szerezte meg, és ő is megy végig, 11-10. Jágos Petrus is a gólövő listán. 8-an osztoznak 11 gólon a Szegednél. Balogh Zsolt a legeredményesebb 3 góllal, rajta kívül Prodanovicnak van 2 gólja, de hát nyilván az egy erény a csapatnál, hogyha minden több játékos tud gólt szerezni. A másik oldalon azért fölbillen az arány, hiszen 10 gólból 6-ot lőtt Bodo, és további 3 játékos a góllövő listán. Szerintem a Glovac próbálkozott. Szerintem a Glovac. Újra ő, Bodo. Diaz, szép csel, és valahogy begyötörte a labdát, 11-10, szorosan tudja tartani a mérkőzést a Tatabánya, és ez nyilván semleges nézőként is nagyon jó, és minél tovább így marad, annál izgalmasabb lesz ugye a véghajrá. Diaz ezzel a góllal bővítette a tatabányai gólszerzők névsorát 5-re, már az előbb erről beszéltem, Robledo. Robledo megy fel a levegőbe, és vissza tudja húzni, nem segített most a sánc a kapuson. 12-11. Robledo első találata. 9 gólszerző. Most már, és amiről az imént beszéltem, az most megtörténik. Borbély Ádám érkezik a kapuban. Fiatal generáció tagja, ő se töltötte be a 21-et,
Bodó próbálkozott, azért nem lehet azt mondani, hogy a Babis hús, ez most nem ment be. Marad a 12-11. Mindégi óriási lendülettel, ha oda beengedik, akkor nincs az a kapus, aki ezt meg tudná fogni. 13-11. Két góllal megy most a hazai csapat. Mazák jön be, beállóba, és szlovákiai fiatalember. Martin Mazák. Mazák Martin. Diaz. Bodó. Nem értették meg egymást Diazzal. Diaz és Tiagos Petrus. Szerena Glavac. 7 méteres. Erősnek tűnt első ránézésre, érdekesen mutatja, hogy belül védekezés volt Blazsevics-től. Hát ha nem is Blazsevics-től, maximum Jelmántól, de 7-es. Vujovic belüli kegyetlenül, 2-ből 2 a mérlege. 13-12. Pásztor Ákos és Milos Vujovic egyaránt 27-ből 22-t lőtt be az alapszakaszban. Most a rájátszásban 6-per-6-nál tart Vujovic. Pásztor 2-ből 2-nél. Tehát még ugye csak a harmadik meccs a felsőházban. Robledo tovább, Balog, megnyílt a fal. Balog Zsolt a gólszerző. 14-12. Sok gól van, 26, nem egészen 24 perc alatt. Van mit dolgozni a két, mind a két oldalon a védekezésen. Szerintem a Glavac, Bodó nagyon messze van, jó a kínai, csak nem volt pontos, és Vujovic nem tudta megfogni. Selman viszont indul, és be is veri újfent. 12, nem olyan régen, 9-6-nál még a Tatabánya vezetett 3-mal, de azóta csinált egy 9-3-as menetet a Szeged, ugye akkor volt egy időkérés, egy 9-3-as menetet a Szeged, és most már ők vezetnek 3-mal. De zárkózik a Tatabánya. 15-13. Az utolsó 5 percbe lépünk, az első félidő hajrája. NDGA, Balog. Zubait nem lehetett megjátszani, Selman is bent a falban. Rossz a bejátszás, Harsányi, csak nem indult senki, Kacirc. Diaz. Még mindig rendezetlen a fal, Cruna Glavac lépés. Ellépte. Robledo robog, Diaz vált király, és Bodó is odaért, és Robledo ebben együtt belövi. 16-13. Nagy lendülettel bátran ment be ott két emberrel szemben is. Robledo nem merték bántani, mert akkor azt tuti két perc, Bodó is ott volt. Robledo éles helyzetből is belőtte. Harsányi kanyarodik körbe, Bodónak csinálja meg a sáncot, de Bodó fölélő, két Tatabánya is a földön, rendezetlen a védelem, indul a Szeged, mint Égia, így és sarokkarra le, Jelman, 4 gól, ennyi még nem volt, az első félidő végére elhúzhat a Szeged, és nagy lehet a különbség, Jelman 3 gólos. Ilyestől gyönyörű a passz, összerántotta a két embert, és ott maradt a hely Selmannak. És Ferenc szép assziszt volt. Mehet tovább, Diaz és Krismács is most a pályán, Bódót pihentetik egy kicsit. Sokat volt fönt, támadásban, mert védekezésben nem nagyon. Szerint a Glavác, Krismáncsics, ott miért akarta vajon még tovább? Vujovic szépen lőtte ki a hosszú fölsőt. 17-14. Vujovic nem csak 7-esből, hanem akcióból is jó. Szép
szép játék volt, és szép befejezés, nem volt egyértelmű, könnyű helyzet. Jól kellett megoldani. 17-14, 3 perc, ő 3 perc még hátra az első fél időből. Balog. Behúzta vissza, nem volt ott Borbé, csak nem találta el a sarkot Balogh Zsolt. Jöhet kettőre a Tatabánya, Diaz. Rávitte a falra, de ott csak faltot tudott kierőszakolni, nem talált helyet. Viszont ez a szabad dobás, jó lehetőség, két cserére. Kriszmáncsics jött vissza megint, elvileg ballövőbe. Harsányi. Harsányi indul föl, Kriszmáncsics. Kriszmáncsics még, Szorodok Lavác, nincs lövő a helyzet. Kriszmáncsics, nem volt jó a bejátszás, számítottak rá. Jöhet megint a Szeged, Mazák várta bent a labdát, és ezúttal befelé Mindegia. És nem gól, hát ez érdekes volt, de hát nincs gólbíró. Robledo viszont megállítja a támadást, és érdekes, mert Robledo ilyen becsületkassza alapon adta oda a labdát, a játékvezetők ugyanis nem vették észre, hogy kint van. Azon az oldal lévő játékvezető pont háttal futott az akciónak. Ez érdekes szituáció volt, Robledo azonban becsületesen odaadta a labdát. Ugye a játékvezetőknek nincs ilyen gólvonal technológiájuk most ebben a sportágban, tehát azonnal a lepattanó labdát vagy megállapítja szabad szemmel, vagy nem, most az ott a megállapítás, hogy nem volt gól, így viszont Vujovic tovább faragja a hátrányt. 17-15, már 4 gólos. Nem engedte el tehát a Tatabánya nagyon a Szegedet. Elvesztette a labdát a hazai csapat, és tovább faraghatja a hátrányt a vendégcsapat. Szrönök Lavác, mit csinál ez az ember? Hát akkor az ígyszer volt, hogy borzasztó. Följöhettek volna egyre, ez képes lehet mindjárt 3. De Csema megint eladja. Egy újabb indulás, Szrönök Lavác az ígyszer edzést tarthat. És ezt is kihagyja. Hát ez elképesztő. Ez elképesztő. Azért ezen a szinten, hogy egy játékos két ígyszer kihagyjon, és utána úgy kocog vissza, mint hogyha tényleg nyugdíjas meccsen lenne, és persze a másik oldalon ott a gól, 18-15. Parrondo a gólszerző. Nem tudom, hogy Szrönök Lavác pályán van, lehet, hogy más edző lekapta volna. És itt van az a szituáció, amit mi sem fogjuk tudni megállapítani 100%-osan. Ugye teljes terjedelmével kéne a gólvonal mögött lenni, de annyi ott a reklám felirat, és fekete a gólvonal, hogy ezt nem nagyon nehéz megállapítani. Diaz. Úgyhogy maradjuk annyiban, hogy a játékvezető jól látta, hogy a labda belülről ugyan de csípte a vonalat, ugyanis akkor nincs gól. Vladan Matic őrjön, azt mondja, hát megy az idő, gyerekek, nagyszerű. Vladan Matic megy be a pályára, de vajon miért, mert még idő túli van. Rettenetesen dühös, Mazákra többek között, meg a saját játékosra nem lenne szabad egyébként bemennie Maticnak, mert ugye még tart a fél idő, és Pásztor Mester kiállítást reklamál Vladan Maticnak, csak sárga lapot kap, ugye nem lett volna joga bemenni a pályára, ugye időtúli 7 méteres van, de még tart a fél idő, pont az időtúli 7-es miatt, de Vladan Matic annyira dühös volt, hogy a játékosai... Még lett volna néhány másodperc, hogyha sietnek, így viszont hát egy reménytelen időn túli van. Igen, Szrönök Lavác. Hát nem csodálom, hogy vértolulása van Vladan Maticnak, mert 3 gólos hátránnyal vonul a csapata a szünetre, miközben lehet ez a különbség kisebb is. Egyrészt jól játszott a Tatabánya, másrészt a végén itt halmozták a butaságokat. Szrönök Lavác két óriási zicsert hagyott ki, és hát ez is, hogy ugye ennyire elrutintalankodták a végén ezt a szabaddobást, nyilvánvalóan nagyon bosszantó egy edző számára. Fordulatos mérkőzés, pillanatilag 3 gólos hazai vezetéssel, Pixeget Tatabánya 18-15 a fél időben. Köszönöm szépen, a Szeged már várja a középkezdést, a Tatabányai később jöttek ki az öltözőből, és náluk még csak most van a kis kupaktanács, de mindjárt ugye ők is készen állnak. Az eredményjelző nem
mutatják, hogy pontosan hivatalosan mennyi van még hátra a szünetből. De a játékvezetők szépen nyugodtan megvárnak mindenkit, megvártak minket is, megvárták az elemzést is, és most már folytatódhat a mérkőzés. Visamérszkinek volt néhány nagy védése Zicserben, és elég sok, minimum 4 Zicsert kihagytak a tatabányaiak. Azért az ezen a szinten, meg egy ilyen ellenfél ellen biztos, hogy nagyon-nagyon hiányzik, vagy hiányozhat. Minden esetre 18-15-tel, 3 gólos előnnyel a fordulásban a Szeged, és ők kezdik a második játék részt. Robledo és Ancsin a pályán. Ancsin még ugye az első félidőben nem kapott lehetőséget, Zubai kezd beállóban, mindig ilyen is ott maradt. Robledo talpról, és át tudja lőni a fal fölött. 19-15. Mindig ilyen maradt lent. Mindig ilyenak tavaly volt egy elég komoly sérülése, és kihagyta gyakorlatilag a tavaszi felét a szezonnak. Úgyhogy nyilván a szegediek nem túl boldogok, amikor azt látják, hogy pont ő van a földön, és fagyasztják a lábát, úgyhogy talán nagyobb nincs, a baj nincs, ott indult be Mindégia, és ott a saját emberével, Robledoval ütközött, egész pontosan Robledo érkezett meg térdel hátulra a combjában. De talán rendben lesz, talán nincs nagy probléma. És jól is van, vissza tud már kocogni szerencsére. Visszakocogna, csak azt a Pásztor lehívja, nem mutatta neki. Robledo, vagy Pásztor mutatja Vladan Maticsnak, hogy nem ők tehettek a sérülésről. Harsányi, ugye gondjai vannak a tatabányának a jobblövő posztján. Harsányi, tudjuk, nem jobblövő, hanem jobb szélső elsősorban. De hát látjuk, hogy ugye szerintem a Glavac sem igazán megoldás erre a posztra. Diaz. Úgyhogy Harsányi marad ott. És hát ugye nem is játszik klasszikus lövőt. Ezért is érdekes, hogy volt érdekes, hogy miközben ugye gyakorlatilag nincs jobb lövője a tatabányának, hogy tudta a bal lövőből Bodó ilyen szinten meglőni magát. Már most ugye nincs a pályán, most a két irányítóval, Diázzal és Krismancsicsal a tatabánya a Diaz. Diaz keresi a helyet, kipattan a kezéből, a labda ráesik a lábára, és nincs falt. Jöhet a Szeged 19-15-nél. Robledo lent a pályán a szegedieknél, Marco Churuvia. Nála a labda. Churuvia fölmegy, és nagy gólt lő, szépen hagyták, hogy fölmenjen. 20-15. Eldönti a meccset a másik félidő elején a Szeged. Ha túl nagy lesz a gólkülönbség, akkor reménytelen lesz a tatabányának a visszakapaszkodás. Szóval a Glavac érkezik lövőbe. Szóval a Glavac. Diaz és Krismancsics. Diaz be tud törni, de csak szabad dobás. Diaz többet remélt ettől a szituációtól. Ancsin szigorú tekintete. Ancsin és Tiágos Petrus között tört be, és végül is Ancsin állította meg. Diaz bejátszása, Szöllős itt kereste ezzel a labdával. Diaz, Krismancsics, Vujovic indult be, Krismancsics, vissza a szélre, Szöllősi, és meg itt fog Visamérszki egy zicser. Marad a 20-15, még nem lőtt gólt a tatabány ebben a félidőben. Ancsin, Tiágos Petrus, Zubai, nem volt jó a bejátszás, Vujovic. Elindult Pásztor Ákos, és ő belövi itt az első gólja a tatabányának a második félidőben, 20-16. És megint ápolás, most Krismancsics kell ápolni, a saját hatosán belül fekszik. Zubai kér elnézést, nem volt semmilyen sportszerűtlenség, ott, ahogy elesett Zubai bokáruk, a Krismancsics a vétlen helyzet volt. És innen is láthatjuk közben Pásztor Ákos gólját.
ott a sérülés. Saját lábája jön le, de nincs jól, Griezmann Csicsó, igen, mutatja, hogy oldalról kapott egy ütést, és valószínűleg lehet, hogy ugye a bokáját érte, de a térdét húzta meg. Majd meglátjuk, Bodó érkezik védekezésben. 20-16 tehát a Szeged javára, amikor újra támadhatnak a hazaiak. Mindig ilyen ott van, tehát az ő sérülése biztos, hogy nem volt súlyos. Már lehet, hogy holnap jobban fog neki fájni, most ugye elfogyasztották, de nem lesz veszélyes. Robledo. Robledo könnyedén. Kacérc nem lép ki. Ugye hátra néz Borbéra, de az öreg rutinos persze leszúratja 21 éves, de azért ez nem volt komoly védekezés Kacérctől. Nézzük csak meg. Hát fölugrik oda, de el lehetett mellette lőni. 21-16. Robledo nagyon meglövi magát. Már 4-nél tart, ugye ő később szállt be a játék, a padon kezdett, Diaz kezébe lesik ki a labda, de Bodó szedi össze. Szóval a Glovács, így is szépen védekezett. Nyilván a Tatabányának kéne egy kiugró kapus teljesítmény is, egyelőre egyik kapusa sem Borbé, sem Mijatovics nem tud bravúrokat hozzátenni. Szóval a Glovács, sarokdobás. Diaz a másik oldalon, Diaz szépen verte meg a nem túl agresszívan védekező Prodanovićot. 21-17. Ancsin bevállalta 10-ről, ezt szépen fogta Borbély, nem igazán volt előkészítve. Lőtte hosszú, Borbély szépen ment vele. Diaz, szemekben látsz le a sarokba, szép játék, és gyönyörűen előtte Pásztor Ákos, Visomirszky feje fölött. Megfésült egy kicsit, hogy jobb legyen a frizura. Szép gólt lőtt Pásztor, utána még egyszer megnézhetjük. Sut. 21-18, visszajön 3-ra a Tatabánya. Ancsin, Robledo, Indégia, Ancsin, ezúttal a talpról pont középre ment a lövés, ezt is fogja Borbély. Húha! Bodó óriási hittel 11 méterről lőtt el, de fölé ment. 21-18, elég régen talált a hálóba, így is 6 gólos, a legeredményesebb Tatabányai. De most már jobban ügyelnek rá a szegediek, igaz, ez talán egy kicsit indokolatlan volt olyan messziről ellőni. De fő az önbizalom, főleg egy fiatal játékosnál. Ugye most március 13-án volt, 23 még csak Bodó Ricsi. Robledo, Borbély, na úgy látszik, meg kell jegyeznem, hogy kéne a bravúr, és most hármat is fogott egymás után. Kacérc. Jön a csere, Dénes jön le, és Kacérc jön le, Diaz és Pásztor be. Szélnök Lalácz, Bodó. Diaz, Bodó. Le a szélre, jó játék. Pásztor gyönyörűen csinálja, Pásztor ismét betalál, és most már 4 gólos. Följön 2-re a Tatabánya, már úgy tűnt a másik fél idő elején, hogy könnyen lehet, hogy a Szeged lerázza a Tatabányát, és unalomba fullad a második fél idő, de ez nem így történik. Mindössze 2 gól a különbség. Mindegyám. Ez a jól zárt középen a védelem Dénessel az élen. Kacircot látjuk a közelin, csak besegített. DGA, Robledo. Robledo ellövi megint fej fölött, egyébként Szőlősi volt ott. És szép gólt lő, 22-19. Ez sem volt tökéletes védekezés, Robledo 5 gólos.
Kovács, Bodó. Hihetetlen, hogy neki onnan lőtt el, minimum 11-ről, és óriási gólt ragasztott Visomirszky hálójában. Hatalmas lövőerő, 22-20. Nézzük meg. Itt nem nagyon volt előtte sánc, aki segített volna Visomirszkynek. Cserék a Szegednél, visszajön Dejan Bombács. Mindig a helyére. A cseréke egyes számban értendő. Csak ez az egy volt. Bombács indul meg, Robledo. Robledo körbe megy. Kacírccal ütközött, de 7 méteres belül védekezésé. Robledo nagy lelkesedéssel és jól is játszik. Neki nincsenek motivációs problémái. Szépen körbeér, de Kacírc egyetemen a hatos vonalon belülről ugrik föl. Tehát jogos a 7 méteres, már csak el kéne végezni. Valakinek Parrondo érkezik ehhez a heteshez. Parrondo egyet már belőtt, ez egyébként a második 7 méteres a Szegedi javára, kettő volt a másik oldalon is. Parrondo tehát. Parrondo, meg bele is ért Borbély, megtáncoltatta, de bele tudott érni a fiatal kapus. Ám a kezéről bepattan a hálóba. 23-20, nézzünk csak ott fej fölött, ott belekap, de nem eléggé. Némi szerencséje volt most Parrondónak. 23-20. Bodón. Bodó akkor megindul a kapu felé, megtorpan az akció. Diaz elcsúszik. Bodó azt is bevállalja, lett belőle egy sarok. Ez most nem volt egy kidolgozott akció. Szerona Galac, Diaz, Bodó. Ezúttal véd Visomirszky, pedig most nagyon közelről a szaggatottról lőhetett. Egy remek indítás és egy gyönyörű gól. Nagyon szépen ment el Pradanovic, és egy nagyon pontos indítást kapott. Ez nagyon szép volt. 24-20. Láttam, Bombács volt az, benne 100%-ig biztos elnézést kérek, de óriási labda volt. És igaz volt a befejezés, mielőtt emelkedik a kapus, és időkérés a Tatabányánál. 24-20, ugye három gólos előnnyel indult a Szeged a második félidőnek, és ezt el is húztak ötre. Egy három. Jó, figyeltek most! Ilyen kicsit nyitott hotos fal. Nyitott kotos van. Próbáljunk ezt, ellenkező szélső befutás, beáll a széles. Próbáljunk. Forgás, forgás, szélső befutás. De ez a szélső hova viszi? Ha külön jön a forgás, akkor te fuss be, jó? Nézzük, hogy tudsz, hogy passzolni. Széles, te mész széles. Oké, okay. Igen, isto. Forgás, inkább mi ott megy, akkor irányítunk, akkor kiutasod. Akkor figyelj, akkor jön, akkor te mész ki fel, jó? Ja. Forgás! Akkor így a forgás! Akkor bal szélső befutás! Vagy ez! Figyelj, ez is jó! Próbálj kontra forgás! Pont kontra forgás! Széles forgás! Forgás jó! Ő maga tolmácsa volt, Vladan Matic. Bujovicnak kellett tolmácsolni egy kicsit. Tehát Bodó a labdával, Szerona Galac, de Visomirszky visszaért a helyére, és lába gyönyörűen fogta. Szerona Galac egyelőre gól nélkül a mérkőzésen. Megint ott lehet a különbség. Diágos Petrus elindult, aztán visszajön. Robledo a pályán. Prodanovicnak magyarázott még külön egy kicsit. Juan Carlos Pastor, Zubai. Robledo, Csuruvia, Bombács, Ancsin, nagyon rajta vannak a falon, meg is fogja Bodó. Ki kell jönnie Zubainak a szagadaton kívülre, úgy szabad elvégezni csak a szabad dobást, Bombács.
Zubai, egyes védcsavarra visszahúzta már félig kacircon fekve. Aztán fősegítik egymást, csak szabad dobás. Pancsira mozdult ki Vujovic, Bombács. Belebotlik a saját labdájába, Kacirc. De rossz helyre jött az a labda Pásztor Ákosnak. És a visszatérő Prodanović állítja meg a támadást, Kacirc indított rosszul. Robledo, Ancsin tör be, óriási erővel. 25-20, megint 20, megint 5 a különbség. Ancsin első gólja, meglepő. A 11. aki feliratkozik a gólövő listára a szegediek közül. Szépen oldotta meg. Igen, hát a Szegednél 11 góllövőt számlálunk, a Tatabányánál csak 6-ot. Hosszabb a padja a Szegednek sokkal. Diász, szép játék. Szerintem Glavac ezt belőtte. Na most már ő is góllövő. Sokadik kísérletre. 25-21. Ancsin, óriási gólt lő. Igen, az ő magasságával és az ő képességeivel az ilyen gólok kell, hogy jöjjenek. Juhász most középen. Bodó, iszonyatos messziről megint, egyszerre teheted neki vele szemben. 22, 8 gólos. Robledo, Bombács. Robledo. Ancsin. Tovább tette Bombács, nem vállalt el Ancsin. Ancsin még, és ott marad Borbék, ez a Zubai a kipattanó, és bevágja. 27-22. Zubai találata. Szerűen a Glavác, Juhász. Szerűen a Glavác, Bodó. Mindent elvállal, és hihetetlen, hogy belövi. Ugye 11 méterre nem jönnek ki rá védekezni, de akkor legalább egy sánccal segítenének a kapusnak, hogy ne az teljes kaput lőhesse, ne a kapu teljes felületét, de hát azt, ugye Tiágos Petrus ott egy szál magába vele szemben, hát örül, hogy túléli. Ezt meg kéne oldani a Szegednek, mert 9 gólos Bodó, és ott a játszik könnyedség elővi a gólokat 11-ről. Robledo. Robledo tör be, Borbé fogja, de szabad dobás. Dénes bosszankodik. Ő a közelin képen. Pedig Ancsin lövése, ami kipattant Borbé kezéről, és Zubai szedte össze. Szépen füleli le Ancsin átadását. Pásztor érkezik, Vujovic. És egy játékos a földön maradt. Ancsin Gábor még hozzá, Visomirszki. Legalább az 5. zicsert fogta meg, hanem a 6. Luxus, luxus, luxus ezeket kihagyni. Még akkor is, hogyha olyan furán jött a labda, de hát illene. Visomirszki. Egyelőre Sierrát nem láttuk ma, de Visomirszki jól véd. Nincs szükség a kapus cserére. Ancsi rosszul érkezett le. Innen a védési hatékonyság. A 30% sem olyan nagyon nagy, de azért ebben a védés számban benne van néhány nagyon fontos zicser helyzet, tehát akár egális lehetne, hogyha Visebészki ezeket a zicsereket nem fogta volna ilyen jól, de Bodó 11 méterről adott lövéseivel szemben ő is tehetetlen. Ha Bodónak ott van az egész kapu felület, amit célozhat, akkor nem sok sansza van a kapusnak. Csuruvián, Ancsin a pályán maradt,
Robledo viszont simán átlövi a szegedi falat, 28-23, és Robledo már 6 gólos, ő a legeredményesebb szegedi. Nagyon jól játszik Juhász, szóval Glavác, Juhász. Rossz helyen van Szőlősi, mutatja Juhász. Nincsenek lelkiismereti problémái a 12-es fiúnak. Júniusban lesz csak 20. Szerint a Glavác, próbálva lőtte az egyenest, és a Mirszky meg ott állt. Bombács, Szőlősi maradt le, tovább. Csuruvia, cunderezi szépen. 29-23, az első alkalom, amikor 6 gól a különbség. Csuruvia is feliratkozik a góllövő listára. Nem, már volt találata, és megint egy Misha Mirszky védés. Lehet, hogy a második félidő közepén eldől a meccs. Bombács is betalál. Korai lenne, aki kérni a második idejét, Vladan Matics, de nincs más választása, hiszen 7 góllal elment a Szeged, de nem lesz több időkérési lehetősége már Vladan Maticsnak, de ha most nem fogja meg, akkor már nem is lesz értelme a végén időt kérni, olyan nagy lesz a különbség. Gyerekek! Ők! Mi? Pásztor Ákos! Adam, Bodo Richard, Töre Szabi, Martin Mazar. Két csere, jön a Pásztor Aki, jön a Juhász Adam. Érdekes időkérés volt, hiszen azon kívül, hogy elmondta, hogy kik vannak a pályán és kik jönnek cserébe, nem mondott semmi más, de ez az időkérés, ez kicsit arról szólt, hogy állítsuk meg a rohanást, de picit higgadjunk le, picit gondoljunk bele, nem mondott semmi más igazából. Másik oldalon pedig hát ugye van mit variálni, van mit játszani, van mit gyakorolni. Ott nem az a gond, hogy mit javítsunk ki, hanem hogy mit csináljuk jobban, még jobban. 7 gólos tehát a különbség. Egy pillanat alatt Juhász középen. Mazák bent beállóban, és Juhász második gólja. Szépen agilisan csinálta a fiatalember. 24. És a Mirszky közelről jó, távoli lövéseket nem nagyon fogja. Ancsin, Bombács, Robledo le a sarokba, Csuruvia, ez nem helyzet. Ancsin, Bombács bejátszása, és Franyes meg tudta játszani, nem tudta a kacérc megfogni. 31-24. A Tatabánya védekezésével biztos, hogy van mit tenni, hiszen 47 perc alatt kaptak 31 gólt, tehát a másik félidő közepén már 31 kapott góllal állnak, az nagyon-nagyon sok. Bodó, és az azért is érdekes egyébként, mert az egész alapszakaszban a Tatabánya kapta a legkevesebb gólt, 44-jel kevesebbet kaptak, mint például a Szeged. Most azonban nagyon megszórja őket az ellenfél, Diagos Petrus. És 8 gól már a különbség. Tehát pont az, ami erőssége volt a Tatabányának, pont az nem működik. A lőtt gólok tekintetében, ugye az alapszakaszban második volt a Tatabánya, de a lőtt gólok tekintetében értelemszerűen nem ők voltak a másodikak. Többet lőtt a Balatonfüred is, többet lőtt a Vác is meglepő módon. De még a Szegednél is kevesebbet kaptak. Mindez azonban nem működik ma. Áll az óra, mert Harsányi nincs jól. Harsányi most már jobban van. Igen, a játékosod azt kérdezi, valaki sípol a lelátón. Ezt ne tegyék. Ezt tönkre teszi a játékot, meg a többi néző szórakozását is.
Juhász ellövi talpról, és a fiatal ember ez jól teszi, ha ellövi. Ha így lő, akkor neki persze lőni kell. 32-25. Juhász Ádám. Három gólos most már. Úgy említettem, őt választották az elmúlt év legjobb ifi játékosának. Egyébként a Tatabányába került ki az év legjobb serdülőjátékosa is, Gábor Marcell, aki tagja a bőkeretnek, most nincs itt ezen a mérkőzésen, illetve az év serdülőjátékosa, tehát utánpótlás tekintetben valamit jól csinálnak Tatabányán, ha ilyen fiatal embereket nevelnek ki. Bombács, szép bejátszás, Vranyes, elcsúsztak. 33-25. Még megvárják Diazt is, az nem baj, hogyha hatalmannak, ha lehet. Pedig ugye egyetlen egy kiállítás volt az egész meccsen. Diaz, Pásztor, Juhász, Diaz. Nem sikerült helyet találni, Törő Szabolcs is a pályán. Egy szinte egy rutinos 30 fölötti egykori válogatott játékos, eddig ő sem volt ott. Juhász, gyönyörű bejátszás Mazáknak, és nem adják meg, mert ő leért Mazák a hatoson belülre, viszont 7 méteres. Mazák bandukol vissza, Juhásztól nagy labdát kapott. A 7 méteres pedig Pásztor Ákos lövi, és belövi. Eddig Ujjovics lőtte a heteseket, Pásztornak ez volt az 5. gólja. 33-26. Pásztor 5 gólos, második legeredményesebb a csapatában. Az utolsó 10 percen belül járunk. 7 gólos szegedi vezetés, azért nyugodtan nézhetnek a hajrá elé. Már csak azért is, mert Robledo megint egy zseniális labdát Vranyesnek. 34-26. Sányi, Diaz, Juhász, Diaz próbálkozik, Harsányi, megakadt az akció, újra kell indulni, Diaz keresi valahogy Mazákot, Harsányi megtalálja Mazákot, Diaz végül, hát nem tudom miért próbálta meg az állókapust átejteni, rossz döntés volt, Bombács, Balogh hosszú idő után a pályán, és Juhász kap bele a labdába, így Vranyos ez nem jut el. Jól védekezett a fiatal ember. Diaz nagy lendülettel megállítja Tiágus Petrus. Érdekes bejátszás és egy érdekes gól. Mazák összeszedte, Diaz bevállalta a valószínűtlen. És összejött Mazák a gólszerző. Először talál a hálóban. 34-27. Szép gól volt és egy szép assziszt. Nem kell sietni a Szegednek, hiszen 7 góllal vezetek, és most már 8 percen belül vagyunk. Ugye azt szokták mondani, hogy percenként egy gól előny az elég. Körülbelül ott tartunk. Robledo nem kapott szabad dobást. Harsányi. Aztán ez persze inkább csak hosszú távon igaz, vagy nagy szávok törvény alapján igaz. Diaz visszaadja a kölcsön, belevitte a falba labdát. Balogh. Vranyes, várjuk meg Gombácsot, azt mondja, persze, hogy várjuk meg. Robledo, hát hogyha meg nem védekeznek, akkor Robledo nem vár semmire se. Egyszerűen nem léptek ki Robledóra, 35-28, 27. Robledo 8. találata. Nem, 8. vagy a 7. Nálam csak a 7. volt, de lehet, hogy én írtam rosszul a statisztikát. Juhász, annyi volt lőtt már Robledo. 7. Köszönöm, kapom a kollégáktól a megerősítést.
Harsányi. Harsányi talpról is a Mirszky lábai között. Harsányi elúgta. Az első gólja volt. 35-28. Balog. Hopp. Még Borbé idejében eszmélt, és nem pördült be a kapuba labda. Diaz. És a Mirszky véd nagyobb. Szabad dobás befelé. Jánosz Petrus bent volt, amikor kitessékelt a labdát, és ezt az alapvonal a játékvezető jól látta. Fölállhat a Tatabánya. Kacérci jön be támadásban, eddig leginkább védekezésben volt benne a pályán, illetve indult a csapat akkor. Most azonban Diaz helyére jön, ha pényen Diaz. Most Juhász próbált betörni, és kiállítás. Kicsit sántikálva jön le Roberto Parrondo, másik kiállítás a meccsen. Mondjuk most abból a szempontból nem nagyon kell pihentetni, hogy szünet lesz a bajnokságban, és például a Tatabánya legközelebb április 21-én játszik majd a Csurgóval, az nagy rangadó lesz a dobogóért vívott harcban. A Szegednek még április 2-án szombaton, most hétvégén lesz szintén egy Csurgó ellen egy meccse idegenben, aztán ők is majd 23-án folytatják. 36-29. Üres a Szeged kapuja. Vészkapussal, Csurulia vészkapus. Ime. Bombács. Balogh Zsoltot állította meg Kacérc. Bombács. Talpról, ez gyenge kísérlet volt, és nem is ott lett leindokolt, mert nem volt még passzív a játék. Tehát még játszhattak volna a hátrányban. Még mehet tovább. Mazák, és most állítják meg, Harsányi ment, Harsányi nincs jó, és maga a Vrányes integet, hogy jöjjenek segíteni. Szegény Harsányi Gergő óriásit esett. Beszorult a levegő, ráesett Vrányesre, ráadásul az lehetett a nagyobb baj, nem is az, hogy ütköztek. Uha, az lehet a borda. Nagyon rossz, hogy fölment lőni, ott ütközik Vrányessel, az még nem akkora baj, ez a baj, hogy ott ráesik Vrányes térdére az oldalával. És ott beszorulhat levegő, törhet borda, hát innen most nyilván nem, igen, innen most nyilván fogjuk távdiagnosztizálni az esetet. 35-30-ra alakult egyébként ugye az eredmény, tehát visszajött 5 góra, 8-ról. Az biztos, hogy nem esett jól Szegedi Harsány Gergőnek. Ugye nem is nagyon kedve van megmozdulni. Itt megy föl, nem ez a gond, ez a gond. Ugye akkor a hassa ráesett Vrányes térdére, ami ugye kemény volt, mert Vrányesnek lent volt a talpa, tehát még csak nem is volt rugalmas a dolog. Hú, látszik az arcán, hogy nagyon nagy baj van, az nagyon fáj. Vrányes látja. Letámogatják Harsányi Gerit, kemény srác, sok nagy csatát vívott már meg. Hős Tatabányai, a csapat egyik ikonja. Remélhetőleg nincs nagy baj, csak beszorult a levegő. Egyelőre leülni is óvatosan ül le. Hát azt mondjuk azt nem csodálnám, esetleg a hátra 4,5 percre már nem kockáztatnák meg a játékát, de azért remélhetőleg nem lesz baj. Már csak azért sem, mert ugye újra meghívott kapott a válogatottba egy kisebb szünet után. Korábban kihagyhatatlan volt a válogatottból. Ez most, hogy újra ott lehet, azért az nyilván neki is sokat számít, ugye májusban lesz majd 35 éves, tehát már az idősebbek közé tartozik, de nagyon rutinos és egy nagyon jó szellemiségű játékosról van szó, aki a
keveset játszik, de ott van egy keretben, akkor is sokat segíthet. Közben egy rossz bejátszás Robledótól, ugye még tart a kiállítás a Szegednél. Ne felejtsük el, hogy egyre kevesebben voltak. Usman Csics bejátszás, a Mazák összeszedi. Csak szabad dobás. Én nem tudom, miért mániája, hogy majdnem fekvő helyzetből megpróbálja átejteni az állókapust. Juhász, és ő meg szépen bepattintja. Nem állt még föl a Szeged védekezése. Ugye, bár még mindig hátrányban voltak akkor. És ezt gyorsan kihasználták, avval, hogy gyorsan elvégezték a szabad dobást. Juhász remekül játszik, most már 4 gólos. És 4 góra jön föl 8-ról a Tatabánya, tehát a vége akár szoros is lehet. A Szegednek azért oda kell figyelni, hogy a végén egy olyan pontot ereszenek ki a kezükből, amit már abszolút zsebben érezhettek egész nyugodtan. Robledo, Balog, Robledo bejátszása nem jó. Ketten is fogták Vranyest, és ott az indulás, Törő Szabolcs. Törő, ő bizony bevágja, 35-32, és bizony lehet izgulni még a végén, Törő is föliratkozik. A góllövő listára, és bizony Juan Carlos Pastor azt mondja, emberek, hát mi van? Hát van még hátra 3 perc, Borbély gyönyörűen indított, és Törő a maga rutinjával ezt azért nem fogja kihagyni, nem fogja belelőni szemaforba. Passala la mano. Nem bírsz, akkor ne menjen. Igen, Juan Carlos Pastor azért ritkán szokta fölemelni a hangját, most azért úgy kezdte. Nekem a mondatnak jól lett volna az elejét hallani, mire mondod, hogy tudunk nyerni, gratulálok. Az biztos, hogy szépen visszajön a csapat. Mínusz 8-ról nem omlottak össze. Ugye azt mondja, hogy volt 33-25, és onnan most 35-32. Tehát csinált egy 7-2-es menetet a Tatabánya, a Bombács középre, szabad dobás. Ott 30, ott a 8 gól különbség, aztán utána már nem volt, igen. 7 még volt. Rányes, ezt kegyetlenül kihasználja, rosszul védekezett Dénes vele szemben. 36-32, csak mielőtt nagyon elkezdenek reménykedni a vendégek, Rányes 5 gólos, 2-10 van hátra, 4 gól a különbség. Ez egy nagyon fontos gól volt a Szeged számára, azt hiszem, hogy nagyon jól, még az utolsó pillanatban nagyon jókor kért időt, Juan Carlos Pastor egy kicsit megfogja ezt az őrületet. Krisváncsics, Juhász, Krisváncsics, Kacérc, Jágos Petrus állítja meg. Arsányit közben az öltözőbe kísérik, jegelik az oldalát, fölösleges játszatni, lehet, hogy nem is nagyon van kedve Kacirc talpról, és megfogja Zsisomirszky, és azt valószínűleg itt lőtte el az utolsó halvány reményét is a Tatabánya, nagyon szépen visszajöttek a végére, de az utolsó pillanatokat nem sikerül igazán izgalmassá tenni. Harsányi Gerit látjuk közben, hogy elbondukol az öltözőbe, jobbulást kívánunk neki. Bács, Balog. Bombács, most már az utolsó percben, és Bombács is betalál. Újra 5 gólosra növelve a különbséget. Bombács csak 2 gólos, de most ez is belefér a Szegednek. Mazák jött ki a falból. Juhász, az neki messze volt. Érdekes, hogy Bodó nem játszik. Ő nagy gólokat lőtt. Az utolsó fél percen belül nem sietős a Tatabányaiaknak, hiszen tudják, hogy ennek már különösebb jelentősége nincsen. És csak nem is ennek a meccsnek a gól különbségén dőlnek majd el az igazán nagy dolgok. Szép bejátszás Juhásztól. Még Zsisomirszky véd egy nagyot hozzáér a mennyezethez a labda, úgyhogy oldalról jöhet a Tatabánya. Kacirc még,
egy sarokdobást arcolt ki, de ez már időn túli sarokdobás lenne, aminek nincs értelme. Hát végül is láttunk egy olyan meccset, ahol 60 perc alatt 69 gól esett, és azért nyilvánvalóan a védekezés tekintetében azért el kell gondolkozni mind a két csapatnak, hiszen mind a két oldalon nagyon-nagyon sok a kapott gólok száma. Láttunk egy élvezetes, jó kis kézilabda meccset, amit azért a Szeged a mérkőzés nagy részében az első félidő végén, illetve a másik félidőben kontrollált, de a Tatabánya nagyon szépen küzdött, szépen játszott, látszanak a problémáik, látszanak a jobblövő probléma például, főleg, hogy a Harsány esetleg hosszabb időre kidől, amit még egyszer nem kívánunk neki, már csak a válogatott miatt sem. Látunk néhány fiatal tehetséges játékost, de ezúttal a Tatabánya amúgy jól működő, általában jól működő védelme nem volt igazán jól. A Szegednek pedig olyan hosszú a kispadja, hogy bátran tudott variálni Juan Carlos Pastor, és végül is behúzták a hazai kötelező mérkőzést. Tóth Bálintnak pedig már is vannak riporthalanyai. Hallgassuk, hogy látszott mindez belülről. A hazai mestert fogjuk meghallgatni Marco Krivokapić segítségével. Azt gondolom, hogy a támadójátékkal elégedett lehet Juan Carlos Pastor, de mivel elégedett még, illetve mivel nem nyert a csapat a sok góllal? Bueno, felicitaciones y piensa que con el ataque puede ser satisfecho y con qué más. Voy a decir con que no estoy satisfecho. No estoy satisfecho con las pérdidas de balón que regalamos para que nos acorten. Así de claro. Y, con la, y no podemos tener 32 goles en contra. Hát inkább arról beszélni, hogy mik voltak a hibák, a legszörnyűbb az egészben, hogy rengeteg labdaveszítés, és akkor visszajönnek a meccsbe a csapatok. Estoy contento con el ritmo. El ritmo del partido es alto y es difícil jugar a este ritmo. 32 gól is sok, de úgy gondolja, hogy a ritmus jó volt, mert magas ritmusban játszottunk ma. A sok gól azért mit jelent? Tehát szerzett azért a csapat, majdnem mindenki gólt szerzett, azért azzal elégedett az előrejátékkal? A mi játékunkra? Bueno, estamos metiendo muchos goles y todo el mundo está aportando, está marcando goles en nuestro equipo. Ya, pero hay que aportar atrás. A mí me vale que tenemos que aportar atrás. Metemos goles, pero hay que sacrificarse y aportar atrás. Hát igaz, amit mondtál, rengeteg gólt lövünk, mindenki lő gól, de ő neki fontosabb a védelem, és jobban kell teljesíteni a védelemben. Köszönöm szépen az értékelést, gratulálok a győzelemhez. Kedves nézőink, azonnal meghallgatjuk Vladan Maticsot is, ahogy közelebb tudunk egy kicsit hozzámenni, illetve ő hozzánk. Hát mester, szoros volt végig ez a mérkőzés, de valahogy az volt az érzésem végig, hogy lehetett volna ez szorosabb, ha jobban koncentrál a Tatabánya, vagy sem. Egyetértek veled, úgyhogy egyszerűen nem hittünk, hogy tudtunk nyerni, pedig tudtunk. Ennyi zicserek, négy indítás tiszta, beáll a poszton két-három zicseres, ennyi Viszomirszky második félidő nagyon jól teljesített. Ez a különbség, pedig ott voltunk. Ha jobban hittünk, jobban koncentrálunk ez a befejezések, akkor ott vagyunk, de ez van, sajnálom. Szeretnénk, hogy mi is küzdelítsünk minden közelebb a Szeged meg a Veszprémhez, de ott volt a lehetőség, csak nem tudtunk kiélni, de valaki elfogadja a vereség, itt a, ilyen vereség, de én ilyen ember vagyok, én nem fogadom el, mert közel voltunk. Sajnos. Köszönöm szépen, sok sikert a folytatásban, kedves nézőnk, átmenetileg visszaadom a szót Gundel Takács Gábornak, remélhetőleg folytatjuk innen interjúkkal. Köszönöm szépen, ez a győzelem azt jelenti, hogy ugye az alap, illetve a rájátszásban, az alapszakaszt követő rájátszásban ugye pillanatilag 10 fordulót játszik minden csapat, a harmadikban tartunk, és egyelőre két csapat 100%-os, a Veszprém, illetőleg a Szeged, mind a két csapatnak 6-6 pontja van, a Tatabánya 4 ponttal áll. A Vác játszott kevesebb mérkőzést, ő csak egyet a Csurgónak és a Balatonfürednek is 3 meccse van, de ők egyelőre mind a 3-at elveszítették, tehát kialakulni látszik a ugye Veszprém-Szeged párviadalok, majd ugye 9.-10. fordulóban játszanak egymással. Kis statisztika böngészés, hát az 56%-os lövés hatékonyság az biztos, hogy nem igazán jó, és hát ugyan voltak szép védései a fiatal kapusnak, Borbénak, de ez kevés volt, mint látható, bár sokszor kihasznált, vagy kiszolgáltatott helyzetben is volt, amiről beszéltünk, ugye nem volt igazán jó a védekezés, de hallgassuk Robledot. Így van, mellettem van Antonio García Robledo, a hazaiak legeredményesebb játékosa. Rövid értékelés hangzik majd el tőle. So Antonio, congratulations, you scored 7 goals, but it wasn't an easy job. How was the second half? What was the problem in the defense? No, I think that we start at the beginning of the second half, we had some problems, especially in attack, because we weren't playing clearly.
But then after the first 5-7 minutes we start to play better. Just the last 10 minutes we miss 4-5 balls. They could score goals in a fast break. So it was a problem for us, no? For all, are you satisfied? Yeah. We have to be satisfied because almost all the game we were playing very good. And I think this is the way, no? We have to work every day for try to do it better and better. And today it was the first step. Now we have a game against Zurgo on Saturday, and then we have to rest a little. But okay, we have to be ready for the last trip of the season. Okay, thank you very much. Congratulations. Gyorsan összefoglalva, tehát Antonio García Robledo mondandóját, elégedett a mai játékkal, bár azt ő is kiemelte, hogy mind az első félidőben, mind a második félidő elején voltak hibák, főleg kiemelte a második félidő elején a támadást, illetve azt, hogy a végén azért lett szoros a találkozó, mert hogy 5-6 labdát is elhagytak, de szerint ez egy jó lépés, így itt a rájátszásban a folytatás majd Zurgón következik számukra, utána tudnak egy kicsit pihenni, és aztán fölkészülni a nagyobb feladatokra, például majd a Veszprém ellen. És a kedves nézőink, a helyszín ezzel búcsúzik, Szeged Tatabánya 37-32.